tényleg. Hát eljutottak az első pontig, és több mint 4,5 percük van, Resist, de Resist, igen. A DPS tudta megölni, úgyhogy most lehetne egy picit előrébb tolni, ezt látják is, és érzékelik is a srácok, hogy most vagy soha. Ó, hát ez az Earth Shatter zsokkertől remek, de nem jött össze annyi kill belőle, mint amennyit lehetett volna remélni, bár ahogy kitörünk igazából a várból, na nézzük, Kolmal is tudunk végezni? Hát persze, hogy tudunk végezni, miért ne tudnánk végezni? Telepumpáljuk ólommal. Igen, ugye régen elég OP volt a jobb klikje a McCree-nek, a Fan of the Hammer. Talán már az angol elnevezésben nem vagyok egészen biztos. Most csak 45-öt sebez egy ilyen, tehát azt nyilván van nörfölték, de Pablo kezében, mintha még a régi McCree sebzéseket látnám, mert nagyon erős, nagyon tényleg jól használja ezt a karaktert, és jók voltak a stunok is. Itt csapattársai tudta choke pointra megmenteni vele. És van két, sőt 3 ulti is a magyaroknál. Így van. Holmnak és Kozuminak fog betöltődni az ellenfél oldalán. Lássuk, hogy fogják kezdeményezni a fightot. Én nem hiszem, hogy Kozumi egyébként el fogja használni egyedül. Szép. Végül is azt az Anát azt kilőtte. Nagyon szépen elbújtak amúgy, tehát azért dicséret illeti az angolokat, viszont nem kerülnek utána jó pozícióba, vagyis hát a mi szempontunkból természetesen igen, mert jönnek a további fregek. Egyébként néha a Deadeye-n el lehet gondolkozni, hogy nem feltétlenül arra kell ám használni, hogy te most ott 6 embert agyonlősz, és akkor te vagy a legnagyobb Isten király császár, hanem pont emiatt, hogy bujkálnak. És akkor abszolút nem tudsz ám olyan pozíciókba maradni, ahogy azt te szeretnéd. Pláne itt, ahol neked előre kéne vinned a payloadot, ugye? Igen, Pablo nagyon jó használja azt a McCree-t, és nagyon jó countereli Swiftit, aki ugye most részerrel van, lecserélte a farát, pedig eddig egészen jól ment veled, úgy nőtt, hogy ebben a pozícióban már nem lesz jó. És amit tényleg jól csinál Pablo, bízik a csapatában, bízik a supportokban, hogy szinte ő megy előre. Már azt lehet mondani, hogy a tankkal egy vonalban harcol, hát ugye le sem van. Szinte. Na nézzük közben, egyébként Élének betöltött az ultia, és Zsokkernek is van ám Resist, meg fog halni Pablo is, nagyon szép riútól. Az ulti löki szét a magyarokat, és megérkezik Kozuminak is az ultia, hát levájpolták a magyarokat, még Zsokker tartotta magát egy kevés ideig, lesz egy fightra lehetőség, kiment egy Lucia ulti Bobzitól, én egy kicsit talán indokolatlannak láttam ezt, nem azért, mert nem hiszem, hogy ezen múlott most ez a teamfight győzem a londoniaknak, viszont ez egy vészes lesz, menni kell Pablónak, és valahogy kontesztelni kellene. Hoppá, konteszt Pablo! Így van, rá kell ugrani. Na, ki tudja szedni az Anát, és még ki tudott igazából buffencelni abból az Earth Shatterből, és jönnek igazából a killek. Megvédjük a payloadot, úgyhogy tulajdonképpen az angolok még nem tudták betolni. Kicsivel több, mint 1 méter. És az volt a nagyon jó, bár én sietettem Pablót, hogy megvárta Zsokkernek az ultiát. Jó volt. Én nem is értem, pedig ott volt Kolm, és nem védte le. Pedig levédhette volna, hogy az egész Earth. Nem mondom, hogy akkor sem szerzett volna, hogy a Pablo 1-2 freget, mert szerintem szerzett volna, de azért így lényegesen egyszerűbb dolga volt. Resist hal meg most, úgy tűnik, hogy nem működik annyira ez a videómékrezés, de itt az utolsó ponton már kontesztelni kell, nem fog működni ez a sniper, úgyhogy mindenképpen valami, nem tudom, hozzá a trészert például, hogyha nagyon akar gyorsan kontesztelni. Viszont ami fontos, hogy Pablo és alienhun továbbra is remek DPS-ként szuperál a csapatban, hiszen tudnak ölni, és ha más nem, akkor egy Bastion. Hát mi más, ami jó, ugye? Ha többiek még élnek, akkor neked van időt, hogy kibattyogj azzal a robottal, ugye? Turret mód, és aztán... Igen, és az a jó, hogy ugye még mindig van mindig ott van a majom, ugye Rio-nál, hogyha ő beugrik, nagyon gyorsan lehet eltenni, illetve Kolmnak a pajzsát is, tehát ilyen értelemben is azért ez nem volt egy olyan rossz választás Resist-től. Én csak azért mondtam volna a Tracer-t, hogyha esetleg ugye overtime-ba kell kontesztelni, de meg ráérnek arra. Komta viszont beugrik és megöli azonnal, Kekút azonnal érkezik a válasz Pablótól, ezt így is kell a revanche killeknek, gyorsan kell jönniük, Resist-től is megölte Riút, pontosan ezért hozta el, nagyon szép, jókat, jobbakat rédek most a magyaroknak. Pablo még játékban, sőt Kozumi is. Jaj, de jó lenne kilőni Kozumit, igazából is megvan a Deadeye révén, jól van, ezt így kell csinálni, ne ugráljon ott a falon nekünk, távolítsuk el, 10 másodpercük maradt, és oda kéne Kolmnak érnie, de hát esélye nincs, hiszen Alien lő egy triplát, és ha minden jól megy, akkor megvan a győztes csapat, kérem szépen, méghozzá a Budapest Meltdownból a Random Raptors 6-osa. 3-0-val kiüti a londoni gentlemaneket, és menetel szépen tovább a legjobb 4 közé. Hát számítottál te erre a könnyed győzelemre? Elnézve ugye a magyarokat, illetve ismerve őket, tudtam, hogy nagyon akarják, majd áhítják a győzelmet, és azért mindent meg fognak tenni. Még akkor is, hogyha itt szerepet cseréltek az utolsó pályán, az első két pályán hoztál mindenki ugye maga a véleményét, ugye maga a szerepét, de egyébként ott sem volt egészen igaz ez, mert ugye nagyon sok megszerzik, ahogy azt említettük, és itt találtak az utolsó Leon the Game-et, ami pedig Alientől jött. Szóval